Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Ezen a döbbenetesen forró júliusi reggelen egyedül vagyok a stúdióban. A vagyis pontosabban a két héttel ezelőtti adásban ugye felvételről Bodó Zsófi volt vendégünk, aki a globális helymeghatározó rendszerekről, azon belül is az európai Galileo műholdrendszerről beszélgetett velem. Nagyon érdekeseket mondott, az is visszahallgatható az archívumunkban, persze meg a YouTube-on, SoundCloud-on, mindenféle egyéb platformon. Azt is sejteni vélem, hogy miről lesz szó két hét múlva. Ez egy kicsit megelőlegezése a dolgoknak, ami várhatóan holnap fog történni. Az pedig nem más, mint az európai Ariane 6 rakétának az első küldetése, ami számunkra azért különleges sem fontos, mert az egyik rakománya a második kedvenc műholdunk, a GRB Beta, ami egy kicsi kétegységes CubeSat, vagyis hát egy kétliteres kis műhold, amelynek a feladata a GRB Alfának, vagyis a nagy elődnek a szokolébresztő reklámot az űrből morza jelekkel lepittyegő műholdnak az utódja, amit persze szintén Pál Andris és Werner Norbi műsorunk állandó oszlopos tagjai és kollégáik fejlesztettek ki széles nemzetközi együttműködésben, itt leginkább cseh, szlovák és magyar hármasról van szó. Na most a lényeg, hogy ez az űreszköz, mint mondtam, az Európai Űrügynökség vadi új rakétájával, az Ariane 5 óriás rakétát felváltó Ariane 6-ossal a tervek szerint legkorábban holnap, vagyis kedden indulhat el. Természetesen a halasztás az mindig benne van ezekben a bulikban, amint a törzshallgatóink nagyon jól tudják. Az űr tevékenység már csak ilyen, no pláne akkor, hogyha egy új rendszernek a startjáról van szó. Hát Detre Őrs például többször volt itt nálunk, és alaposan elmesélte többször is, hogy milyen lelki élmény az, amikor kiderül, hogy a Giga Project, az ő esetében a James Webb űrtávcső ugye éveket, majd, hogy nem évtizednyit csúszik, és hát a mai témánk is ilyesmi lesz, ami tehát még nem a GRB Beta lesz, hiszen arról majd legközelebb beszélünk, amikor már reményeink szerint pályára áll, de még egyszer, hát lehet, hogy az is csúszni fog, meglátjuk. Az biztos, hogyha nem fog csúszni, akkor a Space Junkie srácok a YouTube csatornájukon elvileg közvetíteni fogják, úgyhogy aki nagy barátja és a űrstartók, a rakétafelbocsájtásoknak, a internetes élő közvetítéseinek, akkor az ott holnap bekapcsolódhat. Részletek és update-ek az indítás időpontjával kapcsolatban keresendők a neten, például a spacejunkie.hu-n az ő honlapjukon. De persze az is lehet, hogy mint mondtam, az Ariane 6 az nem fog teljesen jól muzsikálni, hát reméljük a legjobbakat. Az Ariane 5 ugye egy emlékezetes nagy robbanással kezdte a pályafutását, hogy aztán a világ egyik legmegbízhatóbb hordozó rakétájává váljon, és az emlegetett James Webb űrtávcsőt is például az juttatta föl, meg még számtalan fontos, legendás, ikonikus küldetést, de hát aztán most nyugdíjba kellett vonulnia, hát az Ariane 6-nak azért a legjobbakat kívánjuk. Megjegyzendő, hogy amikor legutóbb az ESA egy új hordozórakétát tesztelt, úgyhogy első repülésére indult, az volt a Vega, az Ariane-okhoz képest egy kisebb méretű, de hát még így is böszme nagy hordozórakéta. Annak az első rajtja az teljes siker volt, és annak is volt persze magyar vonatkozása, hiszen többek között az egyik hasznos terhe ennek a hordozó rakétának nem más volt, mint az első magyar műhold, a Maszat 1 régi szék Pidőkben. Már nem is, ki tudja már, nem is számoljuk már, hogy a GRB Beta a hanyadik magyar, vagy hát részben magyar fejlesztésű kis műhold, de az biztos persze, hogy utána majd Pál Andrist és Werner Norbit alaposan kifaggatjuk. Na de ez mind a jövő. Na most azért is tartottam ilyen kis bevezető szöveget a halasztásokról, mert a mai témánk az abszolút
egy olyan, ahol a halasztások kérdése az nem kerülhető meg. Miről szól a mai adás elsősorban? Hát arról, hogy június 5-én, tehát 33 nappal ezelőtt elindult a földkörüli pályára, nagyon-nagyon sok csúszás után, itt is több évnyi halasztásokról lehet beszélni, a Boeing Starliner nevű űreszköz. A Boeing Starliner egy személyzet szállító űrhajó, amely majd egyébként képes lesz több embert szállítani, mint kettőt, akár hetet is. De most természetesen, mivel az első olyan repülésről van szó, amin emberek vettek részt, most a szokásoknak megfelelően nem használták ki ezt a teljes kapacitást. Egyelőre úgy tűnik, hogy jobb is így, hanem két személlyel indult útnak ez az űrhajó, és hát az egész program a fejlesztés során végig mindenféle csúszásokkal és technikai hardware és szoftver problémákkal küzdött. Valójában erre még pluszba rárakódott az, hogy a Boeing cég az bizony mostanában általában nem éppen a jó hírekkel, meg ilyen nagy áttörések kapcsán kerül be a hírekbe, hanem általában olyan kontextusban lehet a Boeingról olvasni, hogy például a Boeing 737 Max nevű repülőgépnek a visszatérő mindenféle igencsak félelmetes problémái, egyik Boeingról leesik az ajtó a repülés közben, a másiknak az automata pilótája csinál hülyeségeket, rosszul kormányozva a terelőlapokat, meg ilyenek. Szóval itt mindenféle dolog van, amik elsőre független eseményeknek tűnnek, de azért sokan mondják, talán nem alaptalanul, és talán a Boeing Starliner esete is ide kapcsolható, hát hogy itt valami céges kultúrában lehet valami probléma. Ugye a Boeing az egy rendkívül megbízható amerikai légi és űripari vállalat volt, és hát bizonyos értelemben még az a mai napig. Ugye az volt a reklám szöveg a 70-es években, hogy if it ain't Boeing, I ain't going. Tehát, hogy én, ha ez nem Boeing, akkor én nem utazok vele, mert hogy a Boeing a lehető legmegbízhatóbb repülőgép. Hát most inkább kb. Ennek az ellenkezője alakul ki, hogy már a foglalási rendszerekben különböző légitársaságoknál már lehet úgy szűrni, hogy ki lehet választani, hogy milyen repülőtípusokra nem keresünk jegyeket, például az ilyen nem is csak a légitársaságoknál, hanem az ilyen online szolgáltatóknál, ahol lehet legolcsóbb repülőjegyeket kiválasztani, és ott persze a szűrési feltétel között már kiemelt helyen van, hogy lehet Airbusra, vagy Boeingre, vagy azon belül is a Boeing 737, Boeing 737 Max ilyenek kizárásával keresni, és hát bizony úgy tűnik, hogy ez egyre inkább egy nagyon népszerű kereső opció, tehát ami most jelenleg megvalósul a világban, az inkább az ellentéte ennek a régi szlogennek, az emberek inkább hajlamosak nem a Boeinget választani, amikor repülni szoktak, amelyek, azért hangsúlyozzuk, hogy azért ne ijedjen meg senki, aki Boeing repülőre száll, tehát itt nagyon-nagyon ritka, tehát ne felejtjük el, hogy a légi közlekedés az olyan, hogy ahogy ezeket a mondatokat mondom, ebben a másodpercben is nagyjából 1 millió ember tartózkodik a levegőben, mert hát ennyi, ekkora a légi forgalom ezen a bolygón, és ezen embereknek a tekintélyes része, én azt mondanám, hogy lényegesen több, mint 50% a Boeing repülőgépen utazik, és sikeresen célba ér, tehát azért ne misztifizáljuk túl ezt a dolgot. Kétségtelen tény azonban, hogy úgy tűnik, hogy valamiféle menedzsment, vagy inkább a vállalaton belüli kommunikációval kapcsolatos dolgok, minthogyha métejeznék egy kicsit a Boeingnak a működését, és hát vannak, akik erre próbálják ráfűzni azt is, hogy a Boeing Starliner űrhajónak a igencsak problémás fejlesztése, és hogy végül is ebbe a nagy képbe illeszkedik, én ebben nem tudok állást foglalni, az nyilvánvaló, hogy a Boeingnek a Space Divisionje az lényegében térben, meg szervezetileg is valamelyest elkülönül a Seattle-i nagy központi gyártelептől, ahol ugye a repülőgépnek magának a fejlesztése, repülőgépek fejlesztése történik. Ugyanakkor hozzáteendő, hogy persze azért a 21. században akár az űripart nézzük, de akár a sima repülőipart, természetesen nem az van már, hogy a Boeing-ek alkatrészei az Egyesült Államokban készülnek, hanem a világ minden tájáról rengeteg beszállító szállít mindenféle apróbb, nagyobb, fontosabb elemeket, Európából, Kelet-Ázsiából, nagyon sok helyről, Dél-Amerikából.
tehát nagyon sok cég szállít be, és hát vannak, akik azt mondják, hogy hát itt a minőség ellenőrzésnél buknak el a dolgok, de hát minden esetre hát ez egy érdekes kérdés. Ami a tény, az az, hogy ez a június 5-én, mint egy 8 napos küldetésre elindított űreszköz, az annak ellenére, hogy az már 33 napja indult, még mindig odafönt van. És ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy mindenféle technikai probléma lépett föl, amely, hát mondhatná, ha hivatalos verzió szerint, amely ugyan nem veszélyezteti a hazatérést, de addig földkörüli pályán akarnak maradni az űrhajóval, amíg, konkrétan az ISS-hez, a nemzetközi űrállomáshoz dokkolva, amíg nem derítik ki, hogy mi okozza ezt a problémát. Most itt maga a konkrét probléma, amiről itt szó van ebben az esetben, az nem más, mint a hélium szivárgás elsősorban. Ugye hát ehhez először meg kell érteni ennek az űreszköznek a szerkezetét, erről mert persze még sokat fogunk beszélni, ez eléggé elkerülhetetlen. De hát az a tény, hogy van ennek 28 manőverező hajtómű fúvókája, és ebből a 28 manőverező fúvókából 5 esetében olyan szivárgást, hélium szivárgást észleltek, ami miatt azok lényegében használhatatlanná váltak, ezeket a fúvókákat le kellett zárni. A hélium arra való, hogy nyomás alatt tartsa ezeket a fúvókákat, ugye ne felejtsük el, hogy itt súlytalanság van, ugye egy rakéta fúvóka, sőt egy rakéta hajtómű az úgy működik, hogy van egy üzemanyag, meg egy oxidálószer, ők ugye egy például vagy egy cikra, vagy van olyan, hogy egymás jelenlétében egy olyan robbanó reakciót idéznek elő, vagy hát jobb esetben nem robbanó, de egy heves reakciót idéznek elő, amelynek hatására ugye ilyen tolóerő áll elő. Na most, és ugye ettől megy előre a rakéta. Na már most az, hogy ezek itt találkozzanak, meg hogy egyáltalán a fúvókáig, meg ott az úgynevezett égés térbe eljussanak itt az oxigálószer és az üzemanyag, ahhoz persze ezeket nyomás alatt kell tartani. Gondoljunk bele, hogy itt tartályokat kell elképzelni, amikben folyadékok vannak. Na most a folyadékok a súlytalanságban, főleg, hogyha ugye, hát oké, amíg tele van a tartály, eddig tele van, nincs semmi érdekes, amikor azonban elkezd fogyni az üzemanyag, vagy akár az oxidálószer, akkor ugye a tartályban elkezd lögybörögni a víz össze-vissza, ami azt jelenti, hogy például pont az alján a tartálynak, ahol a kifolyó nyílás volna, hogy ugye menne az égéstér felé, kifele, hogy megtörténhessen a nagy reakció, ami aztán ugye a hajtómű üzemeléséhez kell. Tehát, hogyha ott lebeg a víz, vagy hát nem a víz, hanem ez a folyadék, folyékony hajtóanyag, akkor az nem tud egykönnyen eljutni a kijáratához a tartálynak, ha csak nincs fölötte valami olyan nagy nyomású gáz, ami ezt nyomás alatt tartja folyamatosan. Nyilván ennek a gáznak olyannak kell lennie, ami amúgy nem lép kémiai reakcióba az adott anyaggal, amihez persze a legjobb jelölt, egy nemes gáz, úgyhogy nem véletlen, hogy a nemes gáz van itt is, a hélium, itt ebben az űreszközben héliumot használnak arra, hogy nyomás alatt tartsák ezeket a kis hajtóműnek az üzemanyag és oxidálószer tartályait. Most a héliummal aznak egy nagyon jó tulajdonsága valóban, hogy egyáltalán nem reagál semmivel, tehát ilyen értelemben nem kell félni attól, hogy emiatt valami brutális Hindenburg-szerű reakció történne, tehát nem véletlenül nem hidrogén gázzal csinálják ezt. Ugye például a hidrogén-oxigén gázelegy, a duranó gázelegy az maga is egy kitűnő rakéta-üzemanyag reakció, mint tudjuk, hát például ugye, hogy más nem mondjunk, az SLS is ettől megy, vagy a Saturn 5-nek a második, harmadik fokozata, vagy a Space Shuttle is ettől megy. Tehát a hidrogén az pont, hogy egy nagyon jó üzemanyag, hát ahhoz, hogy nyomás alatt tartsunk amit, ahhoz persze nem hidrogén kell, hanem nemes gáz. Például hélium. Na hát itt is ez van. Hélium van ott. A hélium azonban pici. Iciri-piciri kis atomokról beszélünk, és az iciri-piciri kis atomok azok nagyon könnyen el tudnak szökni, tehát a lehető legkisebb hajszál repedéseknél is előfordul, hogy hát ott bizony kislisszol a hélium, úgyhogy ez a nagy hátulütője az ilyen héliummal nyomás alatt tartott rendszereknek, a héliumos tartályoknak, hogy bizony nagyon-nagyon érzékenyek a sérülésekre ilyen értelemben, hogy a lehető legkisebb folytonossági hiány az már lehetővé teszi, hogy megszökjön valamennyi mennyiségű gáz. Na már most, hát itt pontosan ez történik.
Annak ellenére, hogy természetesen a Boeingnak igen nagy tapasztalata van az ilyen tartályok készítésében, de hát tény, ami tény, ahogy mondtam, 28 tartályból 5 esetében szivárgást észleltek. Ráadásul ebből 2 tartály esetében ezt a nyomáscsökkenést már a start előtt mérték. Csak összeültek a szakemberek, és azt mondták, hogy ettől nem kell félni, nincs itt semmi baj, ez még bőven a tolerálható küszöbértékek alatt van ez a hélium szivárgás, ráadásul csak 2 rendszert érint a 28-ból. Vígan el lehet kormányozni az űrhajót, anélkül a 2 fúvóka nélkül is, emiatt ne halasszák tovább a startot. Majd elmesélem, hogy ez már a sokadik halasztás volt eleve. Tehát itt nyilván óriási nagy volt a menedzsmenten a nyomás, hogy itt már valamit produkálni kell. A helyzet azonban az, hogy már amint földkörüli pályára állt az űrhajó június 5-én, nyilvánvalóvá vált, hogy hát itt még nem ez volt az egész probléma, hanem több. A dokkolás során, amikor az ISS-t megközelítették, nyilvánvalóvá vált, hogy egyre több ilyen fúvóka is érintett ebben a szivárgásban, ráadásul a szivárgás üteme is nagyobb volt, mint hitték. Ennek ellenére sikerült végül, igaz halasztások útján több órával elhalasztották magát az összekapcsolódást, én azt néztem élőben annak idején, és hát tényleg az volt, hogy egy 3 órával később történt meg az összekapcsolódás az űrállomással, mert addig a NASA-nak a Houston irányító központja, és az egyébként a szomszéd épületben levő Boeing irányító központ ugyanúgy Houstonban, ott hosszasan tanakodtak arról, hogy engedhetik-e ezt az űreszközt az ISS biztonsági zónáján belőle, tehát a 100 méteren belőle az űrállomás körül. Aztán végül a második ilyen ablaknál azt mondták, hogy oké, gyönyörű, mintaszerű dokkolást hajtottak végre, ám azóta az történt, hogy hát tovább romlott a helyzet, annak ellenére, hogy az űreszköz az már nem mozog ilyen értelemben, tehát hozzá van kapcsolva az ISS-hez, néhány órával később átszálltak az űrhajósok, minden rendben, tehát mindenki biztonságban van. Elméletileg a szivárgás a földre visszatérés sikerességét sem érinti, ugyanakkor nem értik a kutatók, hogy most ez miért van, és hogy pontosan mi ennek a szivárgásnak a természete. Úgyhogy arra az álláspontra helyezkedtek, hogy hát adatot gyűjtenek, ahogy mondtam. Ennek az a legfőbb oka, hogy mármint annak, hogy az adatgyűjtés miatt miért kell az ISS-hez kapcsolódva maradnia ennek az űrhajónak, az a legfőbb oka, hogy bizony ez egy olyan egységében van az űrhajónak, a kiszolgáló egység, service module, egy henger alakú rész, ami a visszatérő űrkabinhoz, a személyzeti kabinhoz kapcsolódik. Tehát egy olyan területen van, ami amúgy nem jön vissza a Földre, tehát ez egy űrszemétté válik, aztán később elég a légkörben. Ez azt jelenti, hogy utána már, amikor elkezdődik a visszatérés folyamata, akkor nem lesz később lehetőség a további vizsgálatokra, tehát ezeket még addig kell megejteni, amíg az űrben van a Starliner. Úgyhogy emiatt azt mondták, hogy június 28-án bejelentették, hogy hát határozatlan időre még az ISS-hez kapcsolódva tartják az űrhajót, ami ennek persze van felső határa, mert nem bír ez akármeddig ott maradni az ISS-re kapcsolva, elméletileg a rendszerek még 44 napos repülést tesznek összességében lehetővé, tehát ezt úgy tervezték, ugye ez abszolút eleve egy túltervezése a dolognak, hiszen eredetileg egy 8 napos tesztrepülésről volt szó. Szóval ez egy érdekes kérdés, hogy mi történik. Akkor mondom, a hivatalos kommunikáció az, hogy a legénység nincs veszélyben, tehát hogy nem azért húzzák el az ő visszatérésüket. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben, legalábbis a hivatalos kommuniké szerint nem azért húzzák el a visszatérésüket az ISS-ről, mint hogyha aggódnának, hogy nem sikerülne biztonságosan a hazatérés, hanem ezért, hogy minél több adatot gyűjtsenek. Hát, reméljük, hogy ez így is van. Egyébként ez arra utal ez is, hogy azért nem bizalmatlanok ez iránt az űrhajó iránt, hogy néhány nappal ezelőtt volt egy ilyen izgalmasabb jelenet, amikor egy pályáról letért, illetve szétrobbant orosz műhold
nak néhány darabja olyan űrszemét, felhőt produkált, ami potenciálisan az ISS pályáját is metszette volna, ráadásul majdnem akkor, amikor az ISS is odaért, tehát magyarul volt egy nem nulla valószínűsége annak, hogy űrszemét találat éri az űrállomást, és ilyenkor az a procedúra, hogy az űrhajósok, akik a fedélzeten vannak, azok visszahúzódnak a saját űrhajóikba. Ugye jelen pillanatban három személy szállító űrhajó van az ISS-en, egy három személyes Soyuz űrhajó, egy négy személyes amerikai Dragon űrhajó, és hát ez a Starliner, amiben ugyan sokan beférnek, de hát ugye kettő embert szállított. És amikor volt ez az űrszemét veszély, akkor arra rendelték az űrhajósokat, hogy mindenki húzódjon vissza a saját kabinjába, azért, hogy potenciálisan adott esetben akár evakuálni is lehessen az űrállomást. Természetesen ilyesmire nem került sor, tehát nem találta el semmi komolyabb darab az ISS-t, nem történt semmi gond, másfél órával később ki lehetett jönni. De a lényeg, hogy a procedúra értelmében teljes mértékben fel voltak készülve arra, hogy ezek az emberek a Starlinerrel hazajöjjenek. Tehát nem az van, hogy van valami óriási nagy probléma, ami miatt itt azt mondják, hogy ezek... Hú, itt valami óriási zúgás van itt, ez bizarra, itt a kedves hallgatók is hallják, ez kicsit megnehezít itt a szituációt. Na, mindegy, valami kerti slaggal, vagy ilyesmivel, vagy nem tudom, mivel dolgoznak itt az ablak alatt. Remélem azért a rádióban nem annyira zavaró, mint itt a valóságban. Na, egy biztos, hogy jelenleg azt mondják, hogy hát még minimum egy hét, amíg ezek ott lesznek fönt. Hát ez érdekes. Na most a Starliner Projectről még azért azt el szeretném mondani, hogy hát eleve nem nevezhető éppen sikertörténetnek. Ugye az egész ott gyökerezik, visszatekerve az időkerekét, hogy mi történt ugye 2003. február 1-én, akkor volt az, hogy a Columbia űrrepülőgép szétszakadt, és meghalt a személyzet, sajnos, és onnantól kezdve lehetett tudni, hogy a Space Shuttle program az hamarosan véget fog érni. Ez a hamarosan, ez annyira nem lett hamarosan, hiszen 2011-ben ért véget a Space Shuttle program, de onnantól kezdve a NASA azt tervezgette, hogy mi lesz utána. Na most ugye a Bushnak volt egy víziója, ez a Vissza a Holdra Vision for Space Exploration program, ami egyébből aztán később az Artemis program végül is kinőtte magát, ilyen mindenféle kalandos áttéteken keresztül. Aztán ugye amikor jött az Obama féle adminisztráció, akkor ő viszont azt mondta, hogy az amerikai, legalábbis az alacsony földkörüli pályán az amerikai emberszállító űrprogramnak a jövőjét, azt a cégek kezébe kell adni, és meghirdette előbb nem emberes repülésekre, hanem az ISS ellátására ezt a Commercial Transportation programot, vagyis azt a programot, aminek keretében cégek tervezhettek teherszállító űrhajókat, amelyekkel az ISS-re ellátmányt küldtek föl. Ugye itt volt például a Cygnus, ami azóta és most is fönn van belőle egy, tehát ez egy nagyon sikeres magán teherűrhajó, és hát persze az Elon Musk féle SpaceX cég is a Dragon teherűrhajót azt ennek a programnak a keretében próbálta ki. Majd ennek jött a második szakasza, a Commercial Crew Program, amikor már azt mondták, éppen az előző teherszállító űrhajók sikerén felbuzdulva, látva, hogy ez valóban működhet ez a koncepció, hogy nem a NASA maga felelős végül is az űreszközök elkészítésért. Persze ők szabják meg a kritériumokat, meg ők csinálják a minőségbiztosítás egy részét, meg mindent, de az volt a koncepciónak a lényege, hogy innentől kezdve az van, hogy a NASA konkrétan kiad majd egy feladatra egy szerződést, hogy jó napot kívánok, embereket szeretnék feljuttatni az ISS-re, és akkor a cég, mint egy szolgáltató erre bejelentkezik, hogy tessék, itt van ez az ajánlat, ennyiért vállalom, és kész. És onnantól kezdve, ha valami miatt az nem jön össze, akkor az a cégnek a sara tulajdonképpen, pontosan ugyanúgy, mint ahogy, mit tudom én, egy utazási iroda is felelős azért, hogy az utasait eljuttassa a pontból B pontba. Ugye ez abban különbözik a korábbi költségvetési modelltől, ami a lényegében a blank check, vagyis az üres kitöltetlen check modell volt az amerikai, hát
kormányfinanszírozásban, ugye, aminek a NASA is a része, ugye, hogy például korábban, mit tudom én, az Apollo időkben a NASA kötött egy szerződést a North American Aviation repülőgép és űripari koncernnel, hogy gyártsa le az űrhajót, na de azon nem egy fix összeg volt ilyen értelemben, hanem egy cél, és az út közben rengetegszer módosult, hogy az mennyibe kerül, hát nyilván ez rendszerint persze nőtt, mert hát egyre újabb és újabb kihívások derültek ki, és hát ilyen módon lényegében a szerződések azok ilyen formában nem tartalmaztak egy pénzösszeget. Erre mondják, hogy ez volt az üres csekkféle korábbi filozófia. Most ehhez képest ugye ez a Commercial Crew Program, ez egy olyan rendszer működését vizionálja, hogy igaz persze, hogy azért az elején nyilván kell némi állami támogatás, hogy kifejlesszék a cégek ezeket az űreszközöket, de hát aztán mégiscsak a végén az történik, hogy amikor már rendszerszerű üzembe állnak ezek az űreszközök, akkor innentől kezdve az van, hogy a NASA azt mondja, hogy jó napot kívánok, szeretnék embereket fölvinni az ISS-re, akkor azt mondja az adott cég, például a Boeing, hogy rendben, itt van nekünk ez az űrhajónk, fölvisszük nektek, tessék. De ugyanezek a cégek egyébként nem korlátozódnak a NASA-ra, tehát nem a NASA-nak van kizárólagos joga azzal, arra, hogy ilyen űreszközökkel utaztasson. Ennek eredményeként jött létre a példátlanul sikeres ugye Crew Dragon program, a SpaceX-nek a programja. Ugye két cég kapott végül megbízást a NASA-tól, hogy építsen ilyen magánűrhajókat, amelyekkel embereket juttatnak az ISS-re. Ráadásul egyébként a SpaceX kapott kevesebb pénzt, tehát ez nyilván ez ilyen több milliárd dolláros megbízásokról beszélünk, a SpaceX kapott egy nagy adag pénzt, a Boeing megkapott egy másfélszer akkora adag pénzt a fejlesztés kezdeti fázisában. Ugye hozzátendő, hogy egyébként a SpaceX-nek, ahogy mondtam, már a korábbi teherűrhajó programból volt tapasztalata a Dragonokkal, lényegében nekik csak, idézőjelbe zárva, tehát csak tovább kellett fejleszteni az amúgy a légkörbe visszatérésre alkalmas, és amúgy ugyanúgy ejtőernyőkkel a tengerbe leszálló teherűrhajó típusnak a továbbfejlesztését kellett neki csak eszközölnie, hogy embereket tudjon szállítani. Úgyhogy persze világos volt, hogy a NASA-nak volt nagy bizalma a SpaceX-el, hát a Boeingnak nem volt ilyen közvetlen tapasztalata ez ügyben. A Boeing az persze megkérdőjelezhetetlen nagy repülő és űripari óriás. Ugye a Boeing a sok mindent fölvásárolt, tehát a McDonnell Douglas-t és a North American Aviation-t, vagy North American Rockwell-t is felvásárolta. Ugye, tehát ilyen értelemben ezek, például a North American volt az a cég, ami a Space Shuttle-t építette. Aztán azt fölvásárolta a Boeing, tehát ilyen értelemben mondhatjuk, hogy hát akkor a mindazon cégeknek az utódai, amik mondjuk az Apollo űrhajót vagy a Space Shuttle-t építették, az lényegében a Boeing. Tehát ilyen értelemben a Boeingnak persze óriási tapasztalata van. De közvetlen ilyen tapasztalata az előző körös ilyen commercial cargo programban nem volt. Na, a lényeg, hogy a Dragon az sikert sikerre halmozott, ugye 2020-ban történt az első emberes tesztrepülés, és azóta folyamatosan járnak ezek a küldetések, és akkor itt mondom a megjegyzésemnek, mert amit már kezdtem volna mondani, hogy amúgy ezekre az űrhajókra nem csak a NASA foglalhat, hanem akár magánemberek is, gondoljunk itt az Inspiration 4 küldetésre, amit a Jared Isaacman nevű fickó lényegében vásárolt egy Dragonnyi űrhajó, egy Dragon űrrepülést, az mondjuk nem ment az ISS-re konkrétan, ők csak keringtek egy picit néhány napig a föld körüli pályán is visszajöttek, de lesz ennek folytatása, és akkor vannak az ilyen új űrcégek, például az Axiom Space, hogy más nem mondjunk, amely cég ugye már szintén három AX1, AX2 és AX3 küldetést végrehajtott. Ezek az ISS-re menő küldetések voltak, tisztességes kutató űrhajósokat szállítottak, akik végezték a dolgokat az ISS-en, majd hazajöttek. De ugye Houston-i céghelyű cég, a hírek szerint ugye a magyar űrhajós is rajtuk keresztül fog majd fölmenni, de a lényeg, hogy ők például nem közvetlenül a NASA. Tehát itt az van, hogy a SpaceX Dragonjára például akár a NASA, akár a Jared Isaacman, akár az Axiom Space, akár ha összegyűjtünk egy kis pénzt, akkor mi magunk is lényegében,
tehát jogilag akadálya nincs, vehetünk egy ilyen utat. Szóval ez lényegesen különbözik a korábbi filozófiáról, mert annak idején nem úgy volt, hogy valaki befizet és fölmegy az Apollo űrhajóval, nem. Tehát ez is az új finanszírozási rendszernek egy ilyen érdekes új eleme. Na, a lényeg, hogy a Dragon az tényleg sikert sikerre halmoz, ehhez képest a Boeing Starliner sajnos nem teljesen ebben a cipőben jár, és nem csak a mostani út miatt mondom ezt, hanem a korábbi előtörténet is ezt igazolja. Ugye hát mi történt itt, hogyha csak most a ilyen prototípusokról tekintsünk el, amik a légkörben ilyen tesztrepüléseket csináltak, nézzük, hogy mi történt először is 2019-ben, akkor volt az OFT, vagyis az Orbital Flight Test, amiben fölment ez az űrhajó. Ez az űrhajó amúgy megszólalásig hasonlít alakját tekintve az Apollo kabinra. Mint mondtam, persze ennek az is része, hogy a Boeingnél van jelenleg az a mérnöki örökség, ami annak idején a holdutazáshoz használt űrhajót jelenti. Tehát tudatosan is építhettek tényleg azokra a tervrajzokra, meg hát ugye bevált módszeren minek változtasson az ember, meg hát az is igaz, hogy a fizika törvényei sem változtak az elmúlt 50 évben, tehát hogyha akkor az volt az ideális alakja egy űrbe visszatérő űreszköznek, akkor ez most sincsen másképp. Na, de ezért vegyük észre, hogy azért nagyon hasonlít az Apollóra, hát némileg nagyobb, legalábbis az Apollo Command modulra, vagyis parancsnoki egységre nagyon hasonlít ennek a crew modulja, vagyis legénységi egysége, és ugyanúgy, mint az Apollóhoz, ehhez tartozik a már emlegetett legendás service modul, vagyis kiszolgáló egység, hát ez itt ebben az esetben egy lényegesen rövidebb ilyen henger alakú rész, tehát nem olyan hosszú, mint az Apollónál. Na szóval így néz ki ez az űrhajó, és 2019-ben volt neki az első ember nélküli repülése decemberben. Hát ott az lett volna a feladat, hogy összekapcsolódjon az ISS-szel. Azonban ez nem jött össze, mert hogy számítógép probléma, tehát konkrétan szoftver probléma alapján az időzítővel volt valami hiba, tehát az űrhajó rosszat gondolt arról, hogy éppen mennyi az idő, és ennek megfelelően, hogy mit kell éppen csinálnia, meg hol van. Ennek megfelelően olyan megbízhatatlanul viselkedett, hogy nem akarták megkockáztatni, hogy repülés közben felküldenek egy teljes szoftver update-et, azt az ISS-esek nem engedték volna, mondták, hogy hát ilyennel inkább ne gyertek az űrállomás közelébe. Egy szó mint 100, 3 nap után leszállt, amúgy sikeresen, tehát ez a földre, ez amúgy úgy száll le, ez az Apollo kabin alakú kabin, hogy belép a légkörbe, persze fölizzik, ám de nem ilyen ablatív, leégő bevonat van rajta, mint az Apollo kabinon, vagy mint az Orion űrhajón, vagy akár a Soyuz kabinon, ami tehát úgy viszi el a hőt, hogy így leég, mint az F-coat nevű anyag, ami mondom, akár az Apollón, akár az Orionon van. Ehhez képest itt ilyen kerámia panelek vannak, amelyek cserélhetők, és ilyen módon ezek az űreszközök újrahasznosíthatók. Ugye kerámia volt a Space Shuttle-ön is, kerámia, ilyen különleges újfajta kompozit szénszén erősítésű kerámia csempék vannak a Starship-en, amit mostanában a SpaceX fejleszt, meg hát az európai Hermész űrrepülőgépen is ilyen szénszál kompozitos csempék lettek volna, csak akkor még nem tartott ott a technika, hogy azt elég könnyűre meg tudják csinálni, úgyhogy amúgy az európai űrrepülőgép projekt az részben emiatt esett kukába, mert hát ugye az Ariane 5 hordozó rakéta nem tudott volna annál sokkal nagyobb kis űrrepülőgépet felemelni, mint amit ott terveztek, viszont hát, hogyha kiszámolták, hogy abból mennyi lesz a csempe, akkor kiderül, hogy nagyon kevés marad hasznos tehernek, tehát végül úgy döntöttek, hogy jobb az, hogyha mások furikázzák az európai űrhajósokat, és ez ugyanígy van azóta is. Na már most ez a zárójel bezárva, de a lényeg, hogy amikor az ember újra hasznosítható űrkabint vagy űrrepülőgépet akar tervezni, akkor ehogy egyébként a Dragon esetében is, ott célszerűbb nem az ablatív, hanem az ilyen kerámia csempéket, vagy nagyobb kerámia blokkokat használni, amelyek egyébként amúgy nem tudnak olyan több 10 000 fokig stabilak lenni, mint ami akár egy mély űrbeli visszatéréskor felléphet, de az alacsony földkörüli pályáról való visszatérés, ami ilyen 3 000 fokig való fölhevülést jelent, azt tudják tolerálni. Na, szóval ilyeneket terveztek erre, és ez azért fontos, mert a 2019-es első ember nélküli úton, ami tehát hardverileg sikeres volt, de szoftverileg katasztrófa,
azt az űrkabint, azt Kalipszó névre keresztelték, és ez a Kalipszó nevű űrkabin van most is fönt, tehát ez vitte föl ezt az első személyzetes repülést, vagy személyzetes missziót. Na most nagyon sokat kellett várni a második repülésre. Én emlékszem, 2021-re is be volt ütemezve, mert akkor pont Floridában voltunk a családdal, és én nagyon vártam, hogy azt akár egy magasabb ház tetejéről élőben meg tudom szemlélni, hogy az Atlas 5 hordozó rakéta tetejére rászerelve felemelkedik ez az űreszköz, aminek egyébként az volt a neve eredetileg, hogy Commercial Space Transport, vagyis CST, kötőjel 100, CST 100. A 100 az a Kármán vonal, tehát az űrképzeletbeli határának a magassága kilométerben. Amúgy ez egy piros pont a Boeingnek, hogy ők már kilométerbe gondolkoznak, és nem azt mondták, hogy 80, ami ugyanaz lenne mérföldben. Na, a lényeg, hogy, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. Szóval azt akartam mondani, hogy a CST 100 második, vagyis más neve Starliner, ahogy később ezt a fantázia nevet kapta, második startja 2021 nyarán lett volna. Hát persze ott is pár percre voltak a starttól, amit én ott egy magas egyetemi épület tetejéről akartam nézni, Tallahasseeből, ami egyébként a Florida félsziget túloldala, de azt mondták, hogy amúgy onnan pont lehet látni még a startokat. De hát nem így kellett történnie, néhány perccel a start előtt ott lefújták, mert hogy a szivárgásokat észleltek ugye mindenféle szelepekben, és azt nem értették, hogy mi történik pontosan az üzemanyagnyomással. Olyan sokáig tartott ennek a hibának a kibogozása, hogy aztán végül több mint egy évvel, vagy hát majdnem egy évvel később, 2022 májusában került sor erre a második startra, ami már sikeresen odaért az ISS-hez, össze tudott vele kapcsolódni. Ott igazából nem volt komolyabb baj, csak ez a csúszás. Az ugye, az a S2.1, annak nincs neve, az a másik űrkabin volt, nem a Kalipszó. A Kalipszó, ami tehát 2019-ben végül is megjárta már az űrt, az került most sorra ismét, mert illetszik ezt a két kabint fogják majd váltogatni, többé-kevésbé, és hát június 5-én nagyon-nagyon sok halasztás után elindultak. Hát a nagyon-nagyon sok halasztásnak a részletezésében most emberbaráti okokból nem mennék bele. Elég az hozzá, hogy persze itt szegény embert az ág is húzza, a több hetes halasztást okozott például nem csak a Boeingnak a hélium szivárgást is észlelték már korábban, mondom, ez is egy probléma volt, de volt probléma az indítóállás számítógépében is, elromlott valami, és ezért hibás jelzést adott az egyik startnál néhány perccel a start előtt, emiatt állt le. Aztán a Centaur rakétafokozat, ami végül is a pályára állításért felelős, ott is volt egy kis szelep kinyílás, elzáródás. A Centaur egy igás lova az amerikai űrprogramnak, tényleg tehát ennek a rakétafokozatnak az elődei már az 1960-as évek eleje óta használatban vannak, bizony, és nagyon megbízhatóak, viszont ember szállítására most használták volna először. Ennek megfelelően extra biztonsági intézkedéseket vezettek be. Tehát itt például arról volt szó, hogy amikor a feltöltés után valami szelep nem záródott vissza rendesen, ilyenkor, hogyha ez egy űrszonda lett volna, vagy egy ember nélküli űreszköz, akkor egyszerűen csak kiadják még egyszer a parancsot, mert akkor általában az van, hogy egy kicsit beakad az a fém golyó, ami elzárna a szelepet, ilyenkor ráadják az áramot a szelepre, ami ugye egy tekercs, ami kimozdítja a golyót, meg visszaengedi, és általában ilyenkor ez 10-ből 10-szer vissza szokta zárni a szelepet, de mivel most emberek voltak a fedélzeten, ezért extra biztonsági intézkedéseket hagytak jóvá már előzetesen, és ez azt jelentette, hogy minden ilyen esetet meg kell vizsgálni, valakinek meg kell nézni, szét kell szedni, megnézni, mi van azzal a szeleppel. Természetesen nem volt semmi gond, de hát sokat halasztódott emiatt a start. Tehát áprilistól kezdve folyamatosan be volt ütemezve szegény űrhajósok, akikről mindjárt rejtek néhány szót, nagyon sok halasztást átéltek, de végül hát eljött az ő napjuk, és június 5-én fölment
az űrhajó. Még annyi, hogy a Centaur alatt sem akármi van, hanem az Atlas 5 nevű hordozó rakéta. Ugye az Atlas az a Mercury program hordozó rakétája volt annak idején, a 60-as évek elején, tehát az első amerikaiak, akik földkörüli pályára álltak, azok az Atlas rakétával mentek. Ennek a sokadik generációs továbbfejlesztett változata az Atlas 5. Fun fact, hogy az Atlas 5 alján amúgy orosz rakétahajtóművek vannak. Ugye itt az volt a sztoria, mint erről már korábbi adásokban többször volt szó, hogy szerintem RD-182, lehet, hogy rosszul emlékszem, de a lényeg, hogy Raketnyi Dvigatel, tehát rakétahajtómű, az biztos, hogy RD, utána talán 180 a szám, ami jön, de erre nem mernék megesküdni. Ugye az élőadás bája, hogy most ezt nem fogom tudni gyorsan meggooglizni, de a lényeg, hogy az Atlas 5 alján bizony Oroszországban gyártott rakétahajtóművek vannak, amelyek ugye a Szovjetunió felbomlása után végül olcsón megszerzett licenszeknek, meg ilyen jó kis előnyös szerződéseknek köszönhető. Ennek az elődjét ennek a rakétahajtóműnek amúgy még a Burán Energia programhoz fejlesztették ki annak idején, még a nagy Szovjetunióban. Tehát az a vicc, hogy most az új amerikai űrhajót, az Atlas 5 hordozó rakétán végül is orosz hajtóművek, szovjet tervezésű hajtóművek vitték föl. Tehát az Atlas 5 hordozó rakéta, aztán a legendás Centaur rakéta fokozat, és ennek a tetejére van rászerelve az amúgy nagyobb átmérőjű űrhajó. Tehát nagyon viccesen néz ki egyébként ez az Atlas 5 Centaur Starship rendszer. Ugyanis az a helyzet, hogy ilyen szélesebb maga az űrhajó, mint a hordozó rakéta, tehát ez hogyha valaki ránéz egy fényképen, hogy ez hogy néz ki, ez tényleg nagyon vicces, tehát itt igencsak kiszélesedik a teteje. De hát nem baj, földkörüli pályára tudott állni. Amúgy érdekes maga ez a földkörüli pályára állás, hogy a Centaur rakétafokozat önmagában biztonsági okokból nem állította teljesen földkörüli pályára, csak egy nagyon elnyújtott szuborbitális pályára, tehát ez az űrhajó magától visszaesett volna, kicsivel kevesebb, mint egy földkörüli fordulat után a Földre, hanem ahhoz, hogy tényleg elérje az alacsony földkörüli pályát, tehát 8 km per másodperces körpálya sebességet, hát ahhoz bizony magának a Starlinernek ezekre az emlegetett thrustereire, hajtóműveire, amiből ugye 25 van, volt szükség. És ezzel egyúttal ki is próbálták, és végül ez lökte volna földkörüli pályára. Ugye ennek az volt a filozófiája, hogyha ezek a hajtóművek nem tudnak bekapcsolni, akkor inkább ne is maradjon az űrhajó földkörüli pályán, mert akkor hazajönni sem tud. Tehát ez egy ilyen biztonsági utolsó teszt volt, hogyha azok nem gyulladnak be, akkor lényegében az űrhajó magától visszaesett volna, és akkor persze ejtőernyővel leszállt volna a megfelelő helyen. Amúgy mi a megfelelő hely? Az is érdekes, hogy ezek a Starlinerek, ezek nem vízbe pottyannak, mint az Apollo, vagy Orion, vagy Dragon űrhajók, hanem szárazföldre szállnak le, mint ahogy az oroszoknál szokás. Konkrétan a New Mexico-i White Sands, fehér homokok kísérleti telep területére, ott ugye van egy legendás légitámaszpont. És oda érkeznek ezek le, mégpedig nagy felfújható ballonok nyílnak ki az utolsó pillanatban, és arra huppannak le, hogy így csökkentsék a becsapódással járó gyorsulást. Természetesen van előtte három bazi nagy ejtőernyő is, ami kinyílik, teljesen Apollo stílusban. Na, és akkor az űrhajósok, akik erről akartam mesélni, hát ők persze legendás űrhajósok, például itt van a fedélzeten, ugye Sunny Williams, ővele kezdeném, bár ő a pilóta, de hát mégis, ő az első amerikai űrhajós nő, aki részt vesz egy űreszköznek az első útján. Tehát ő egyébként egy érdekes személyiség, már többször volt az ISS-en, nagyon sok hónapot töltött az űrben. Ő egyébként részben félig szlovén, félig indiai származású amerikai űrhajós nő, folyékonyan tud szlovénul beszélni, és a parancsnok az egy másik nagy veterán, Barry E. Wilmore, aki szintén ott volt, azt hiszem ott volt az utolsó Space Shuttle repülésen is pilótaként. Szóval ők azok, rendkívül tapasztalt csapat,
mind a kettő. Egyébként az is annyit csúszott ez az egész program, hogy többször váltogatták azt, hogy kik lesznek az űrhajósok. Volt, aki közben kiszállt például, tehát akit eredetileg kijelöltek, hogy a parancsnoka legyen ennek, az egészen egyszerűen... Eric Bow volt eredetileg kijelölve a repülésre, orvosi okok miatt, aztán Chris Ferguson-t kijelölték parancsnoknak, ő viszont úgy döntött, hogy ő inkább visszavonul családi okok miatt. Tehát igazából olyan sokat csúszott a program, hogy már többször lecserélődött az, hogy kik repülnek, de hát nagyon tapasztalt űrhajósok jutottak el. És hát ők persze most nagyon örülnek ennek a hosszabbításnak, mert így többet lehetnek az ISS fedélzetén. De hát azért nagyon kérdéses, hogy ennyi nehézség után, hogy lényegében az első tesztrepülés emberek nélkül szoftverhiba miatt kudarccal végződött. A második tesztrepülésnél is voltak azért problémák, de hát az alapvetően azért egy teljes siker volt, ugye emberek nélkül, és akkor itt van ez a sokat csúszott emberes út, ez a harmadik repülés, ami most is tart, és hát reméljük a legjobbakat, hogy nem lesz semmiféle extra csavar a végén, és az űrhajósok tényleg nincsenek veszélyben, ahogy mondják, és ez nem csak ilyen elterelő szöveg, ugye ebben csak bízni lehet. Egy biztos, hogy hát azért ezt azzal kell összevetni, hogy már kiszámolja, hogy hány Dragon űrhajó fölment azóta teljes sikerrel emberek nélkül, tehát itt ugye jó ez a Commercial Crew program, hogy a NASA kiválasztotta a SpaceX-et meg a Boeing-et, azért is fontos a redundancia, hogyha valami baj van a SpaceX-eknél, akkor még mindig legyen egy mód, ahogy el lehet jutni az ISS-re, ez igen fontos, na de hát azért, szóval azért igazából, ez egyelőre nem egy sikertörténet, és ha ez még hozzáveszünk azt, amit mondtam, hogy a Boeing cég házatáján mostanában mennyi probléma van, akkor azt látjuk, hogy hát azért igencsak kérdéses a program folytatása eleve, bár a NASA egyelőre még nem adta jelét annak, hogy visszatáncolna, főleg miután már sok milliárd dollár van ebben a projektben, és már persze régóta készül a következő csapat is, amelynek egyébként Michael Finke lesz a parancsnoka, aki most ott ült az irányító központban, és végigköveti ő is a repülést, mint Capcom, vagyis mint kapszula, vagyis hát kabin kommunikátor, aki az űrhajósokkal beszél. Hát reméljük a legjobbakat, a Starliner hazatérése az remélhetőleg meg fog történni addigra, amikor a legközelebbi szokolébresztő adásba kerül, úgyhogy akkor mindenképp szóba fogjuk hozni ezt a témát. Annak ellenére, hogy mint említettem, akkor nem ez lesz a fő téma, hanem a GRB Bételnak a várható startja. Na még kettő dolgot szeretnék mondani. Itt hát úgy terveztem, hogy mindenféle ilyen levélben jött kérdésre reagálok. Most ezt inkább egy későbbi adásra áttolom, viszont az egyik az ide tartozik, bár igaz ugyan, hogy ez még áprilisban érkezett, csak kicsit le vagyunk maradva. Igen, DJ Szokor Rádióként írta alá egyébként a levél küldője, úgyhogy reméljük hallja, egy Yahoo-s e-mail címről jött. Azt mondja, kedves MZ/X, az ablatív anyag, ami az űrhajó visszatérésekor elviszi a hőt, miért nem használódik el a kilövéskor, vagy hát a startkor, vagy ez úgy van megtervezve, hogy mind a starthoz, mind a visszatéréshez elegendő? Hát ugye nem, hanem az van, hogy amikor az, de ez nagyon jó kérdés, amikor az űreszköz fölfele megy, akkor ugye pont a hőpajzs az nincs, például elképzeljük most ezt a Starliner kabint, ugye ennek van ez egy kúp alakú kabin, van a kúppalást, a felszálláskor az érintkezik a levegővel, és van a kúpnak az alapja, az alján, igazából ez egy gömbsüveg, egy ilyen ívelt alja ennek a kúpnak, ami viszont a visszatéréskor fordul a légkörrel, hogy a lehető legnagyobb felülettel kapja telibe a légkört, hogy ezzel a lehető legnagyobb fékezést lehessen elérni. Na most ez a F-code ablatív anyag bevonat, ami mondom az Orionnál nem ilyen van, de mondjuk, vagy bocsánat, a Starlinernél nem ilyen van, de hát ez egy régen jött kérdés, tehát ezt vegyük tekintetbe. Például az Orion űrhajó, vagy az Apollo, vagy a Soyuz alján ilyen van tényleg, ami így lejég. Szóval az, ami ott van a legalján a kabinnak, a légkörbe lépéskor érintkezik először a levegővel. Ami a kúppaláston van, az érintkezik a felszálláskor, viszont gondoljunk bele, hogy a felszálláskor nem szimmetrikus a sztori a visszatéréssel, hiszen a felszálláskor, amikor a sűrű légrétegben vagyunk, vagyis lent, akkor az űrhajó
a rakéta hegyében még nagyon lassan megy, hiszen a rakéta az egyre gyorsul. Tehát az elején így csigalassúsággal emelkedik fel az indítóállásról, és aztán percekbe telik, amíg ugye ilyen brutál sebességekre felgyorsul, viszont addigra, mire olyan gyorsan megy, addigra már jó magasan van. Ugye hát így működik a rakéta, hogy egyre gyorsul. Nem is gyorsulhat amúgy nagyon nagy mértékben, főleg, hogyha emberek vannak benne, mert azért 3-4 G-nél nagyobb gyorsulás nem ildomos, annyi ilyesminek kitenni embereket a startkor. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony így, hogyha kiszámoljuk, hogy mikorra ér el akkora brutál nagy sebességeket, amikor már jelentős lenne a súrlódás miatti felhevülés, akkor igazából azt látjuk, hogy akkorra már az űrhajó olyan magasan van, hogy gyakorlatilag nincs körülötte légkör. Emiatt aztán sokkal kevésbé pörkölődik meg ennek a kúppalásnak a szerkezete, ami azonban szintén be van vonva persze hővédő anyaggal. Amúgy az Apollónál egy külön boost protective cover volt rajta, tehát még egy külön külső, és a Soyuznál is így van, tehát egy külön külső burkolat van még egy kúpszerű az űrhajón a startkor, ami aztán a pályára álláskor leválik, tehát egy orrkúp, de azt valóban nem vonják be olyan, a Starlinernél amúgy nincs ilyen, fun fact, tehát a Starlinernek tényleg a külső palástja az konkrétan érintkezik a levegővel a felszálláskor, viszont még egyszer, itt nincsen akkora felhevülés, hiszen a felhevüléshez ugye kettő dolog kell, ugye nagy sebesség, meg nagyobb levegősűrűség. Most ennek a fordítottja történik a visszatéréskor, hát gondoljunk bele, hogy amikor a visszatéréskor az űrhajó az körülbelül, mit tudom én, több mint 7 km per másodperccel a széles részével előre visszalép a légkörbe, és ugye zuhan, tehát hogy ő magától ugye egyre gyorsulna, egészen addig, amíg a közegellenállás át nem veszi, és akkor az uralmat, de a lényeg, hogy hát ott a légkörnek a alacsonyabb, tehát nem azt kell érteni, hogy 10, de mondjuk 20-30-40 kilométeres magasságban, azért már ott elég sűrű a légkör, és akkor ott még mindig nagyon nagy sebességgel van, és ezért sokkal nagyobb hőmérsékletekre föl tud izzani ott a bevonat, mint a felszállásnál emiatt. És egyébként az Apollónál amúgy, ahogy mondtam, ezt a Boost Protective Covert, vagy ezt az orrkúpot, ezt tulajdonképpen, ha jól emlékszem, parafával burkolták be, ami szintén egyfajta ilyen ablatív anyagként funkcionál, de korán sem olyan komoly cucc, mint ami a leszálláshoz kell, és ennek ez az oka. Na hát az adásidőnk el is ment, további hallgatói kérdések is érkeztek persze, és mint látjátok, igen nagy lemaradásban vagyok, mert amit most beolvastam, az egy áprilisi kérdés, és még van kettő májusi, ami nagyon érdekes, az egyik a fénysebességgel kapcsolatos például, és a másik pedig hát az élet keletkezésével, és azzal, hogy milyen különböző folyadékokban jöhet létre ilyesmi. Ezek mind olyan kérdések, amik hosszú választ igényelnek, de én készültem is, hogy elmondom őket, de hát úgy látszik, ez nem fog ma beleférni már, úgyhogy inkább egy kis ajánlóval zárnám itt az adást, az pedig a következő, hogy egyrészt persze 2 hét múlva jövünk vissza, másrészt aki teheti, azért próbálja megnézni az Ariane 6 hordozó rakéta startját holnap, mert visz magával egy magyar, sőt szokolébresztős érdekeltségű műholdat, a GRB bétát, ami a gamma felvillanásokat vizsgál, és még fun fact, hogy az űrtörténelem legkisebb UV űrtávcsöve is a fedélzetén van, tehát nem csak gamma detektorok, hanem egy pici UV ultraibolya távcső is lesz ezen az űreszközön, ami a tervek szerint akár már holnap elindulhat. És még ezen kívül, bár lehet, hogy addig még lesz egy adás, de lehet, hogy nem. Úgyhogy most bemondom, biztos, ami biztos, hogy július 20-án, vagyis az Apollo 11 holdra szállásának az 55. évfordulóján egy olyan különleges dologgal készülünk, hogy a Parallaxis YouTube csatornáján élőben, idézőjel bezárva, élőben fogjuk közvetíteni Armstrongék holdra szállását, hogy az 50. évforduló alkalmából Werner Normival már csináltunk egy ilyet,
pont a szokolébresztőben csak hangban, de most lesz hozzá kép is. Igyekszünk akár még talán kórhű 60-as évekbeli öltözőtbe is beöltözni, de nem ez lesz a lényeg, hanem hogy tényleg kommentáljuk, hogy mit csináltak 55 évvel ezelőtt ugyanakkor Armstrong és Aldrin, amikor a Holdra léptek. Akinek van kedve ilyen mókába becsatlakozni, az tehát július 20-án, ami egy szombati nap lesz, este 8-tól megtalál minket ott a YouTube-on, a Parallaxis csatornáján, és különben is visszahallgathatók ott ugyanezen a YouTube csatornán, vagy a Parallaxis egyéb platformjain is a szokolébresztő korábbi adásai is, csak úgy, mint a Tilos Archívumban. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal búcsúzom. A Starliner űrhajósainak meg hát a legjobbakat kívánjuk, és sikeres visszatérést a Földre, természetesen arról is be fogunk számolni, hogyha megtörténik, vagyis amikor megtörténik. Köszönöm szépen a mai figyelmet, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.